Vagyunk az Almagyar Éseki Szőlőbirtokon, az Almagyar Dombonegerben, a Csutorás Ferenc borász barátommal és Csernus Imrével dolgozunk itt már 6. éve. Akkor kezdtük el megvenni itt az első földterületeket, itt akácos volt és gaz, csipkebokor. És szépen rendbe tettük, most a szőlők 70%-a már termőre is fordult, amit azóta telepítettünk. Mintaültetvény lesz tulajdonképpen. Régi magyar fajtákkal meg mindenféle szőlőkülönlegességekkel foglalkozunk itt. Terveztünk ide egy borteraszt és borkempinget, mert azt szeretnénk, hogyha valaki meglátogat minket és kóstolja a borainkat, akkor itt autentikus környezetben, a birtokon, a lehető legjobb körülmények között. Most is zinget. Szüretelünk, jó volt a termés, bő a termés, foka is jó, egész évben jó munkát végeztünk. Az emberben, hogy ez az épület felépült, ami a szentélye lesz valaminek, most öntegetek éppen, az nem más, mint a 2009-es érseki szőlőnek tulajdonképpen az utolsó születe. És 2009-ben összejött ez a három jó madár, és valójában az Imre volt az, aki kieszközölt az, hogy amit csak lehet, tegyünk meg azért, hogy mentsük meg az érseki titokport. Egy hatalmas egy rendezvény, ami nem szól másról, mint a 3,5 hektáros Almagyar Éseki Szőlőbirtokról, aminek a borterasza elkészült, ahol májustól szeptemberig, vagy októberig ugye a kedves vendégeket várnák itt az Almagyar völgyben, ahol kilátás nyílik a Szegedhegyre, a Síkhegyre, a Pajtosra, a Mészhegyre, a Nyergesre, és úgy gondolom, hogy itt megélhetik a termelők azt, hogy és a ide látogató vendégek, nem csak a termelők azt, hogy milyen az egribor, milyenek a szőlőtőkék, meg a fogyasztott bort, amiket ott termelünk. És úgy döntöttem, hogy a három barátom között és a húgom között megosztok egy gyönyörű pecsétet, és meg is nézzük, tehát elkészült egy olyan pecsét, ami megpecsételi a barátságunkat, és az Almagyar Éseki Szőlőbirtoknak a létét és megnyitását. Pecsét, ez engem is meghatott. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen meglepetéssel készül a Feri, mert erről én se tudtam, de a fiúkat is meglepte, mert ők se tudtak róla. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyszerűket ittunk, nagyszerűket ettünk, úgyhogy... Nekem is nagyon ízlenek a borok, és a húrka is kiváló, és a hangulat, és az időjárás. Ebben? Hát természetesen lelki fröccs, hát ezért jöttünk. Csak egy picit keveset kaptunk belőle, mert ugye ez egy annyira titkos, hogy... Szerintem nagyon jó, hogy ezt felkarolták, tehát a mai világban, hogy ezekre az értékekre is odafigyelnek, ez azért elég egyedi, azt hiszem, és a Ferinek ez az érzékenység, ez ilyen régi történeti dolgokra, szerintem ez egész különleges. Telepítettünk azért a birtokra olyan autentikus szőlőket, mint például a kadarka, mézesfehér, olasz rizling, és ez mellett leánykát és medoknalat. Tehát megpróbáljuk visszahozni Egernek azt az értékét, ami az elmúlt 50 évben jelen volt, és előtte pedig a II. Világháború Egerét képviselte. Tehát mi úgy állunk ehhez hozzá, hogy mi elsősorban magunknak szeretnénk csinálni egy olyan birtokat, ahol mi magunk nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, és akkor arra számítunk, hogy ha ez így van, akkor azok is talán jól érzik magukat majd, akik
ide jönnek vendégként. Van az érseki titokszőlő, ami a fölöttünk lévő érseki dűlőről származik, és tulajdonképpen ez inspirálta ezt az egész szőlőbirtokot, annak a létrehozását, mert amikor megtudtuk, hogy itt milyen, tehát hogy az érseki területen milyen minőségű szőlő van, és hogy ennek milyen múltja van, úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképp meg kell mentenünk, mert tudtuk, hogy ki fogják vágni a területet. Már nagyon sok szakember megnézte, de még nem tudták pontosan behatárolni, hogy milyen szőlőfajta lehet, úgyhogy ezt emiatt titokborként forgalmazzuk. A régi öregek elmondása szerint úgy hívták, hogy nagyburgundi, és én ezt a titkot akartam megfejteni, hogy mi ez a nagyburgundi szőlő. Ezért úgy gondoltam, hogy ha már egyszer elpusztul és kivágásra kerül, mert az enyészetté vált, 14 éve nem volt művelve, akkor mentsük meg ezeket a vesszőket, nézzük meg, hogy milyen bor születik belőle. És volt szerencsém az új tulajdonos által 2007-ben, 2009-ben leszületelni az ott hagyott szőlő maradványaiból egy-két fürtöt, amiből mind a két évvelben 10 mázsa jött össze, és ma már itt összesen hagyományos művelésbe, alacsony kordonon, 1.80-as művelésmódba 890 szőlővessző életre lehet.